elmaradt meccsek tömkelege az ünnepi időszakban, és azóta mi azonban elmaradhatatlanok vagyunk. Boldog új évet kívánok! Ez most már a második esztendő, hogy jelen vagyunk a Kezdőkör című műsorunkkal, úgyhogy tényleg valóban egy boldog, sportban gazdagabb új évet kívánunk, én azt gondolom, mondhatom ezt mindjárt nevében a 2022-es esztendőre a kedves nézőknek. Ahogy ígértük, 21 végén, hogy ugyanazzal a felállással kezdjük az évet, ezt betartottuk, egyelőre jók vagyunk, tehát mindenkinek negatív a koronavírus tesztje. Itt van velünk Somos Zoltán és az ő kedves szakálla. Köszöntöm a kedves nézőket. Farkas Szilárd és a nézése. És Németh Krisztián meg a szakállásjárás és nézés és minden. Jó estét kívánok. Na, ki mit kapott karácsonyra? Ki kapott sportos ajándékot? Tesztet nem. Ez a negatív teszt már, akinek van. Én kaptam sportos ajándékot, inget, amiben bele kell fogynom egy kicsit, és az azért az egész motiváló. Hát meg egy lenni. Jó kulcsit is, mert jó. Ugye az utolsó adásban az ing is jó rám, csak úgy az igazi, ha egy picit slankulok. Igen, mert Szilárdnak meg nekem volt ugye mókás karácsonyi pulcsink, de most akkor Gajz is kapott egyet, és úszkve 360 nappal múlva már vehetett fel újra. Már annyi se. Hány nap van még karácsony? Nem tudom, de van, ahol már égnek a fények. Vagy még. Na, ki kapott sportos ajándékot? Hát tulajdonképpen én kaptam, ugye már volt róla szó, hogy Baba Ádás elé nézünk, és hát kisfiú lesz, úgyhogy biztos, hogy sportos ajándéknak is fel lehet fogni. Reméljük tényleg valamilyen sportban majd jó lesz, legalábbis ki fog próbálni. Szóval híres festőművész lesz. Lehet, hogy híres festőművész lesz, és sportolókat fog megfesteni, ki tudja. Krisz? Én nem kaptam sportos ajándékot, nem szoktam sportos ajándékokat kapni. Nem, egy könyvet sem van. Nem. Itt a nagy gyűjtő vagy. Biztos vennék neked könyvet karácsonyra. Az az igazság. A Láció tartalék csapatának a taktikai elemzése 200 oldalon. De hogy ne kaptát, odaadtam, nem adtátok át a Magyar Megyei Labdarúgó Szövetség ajándékát? De azt megkaptam, nem, azt hittem, hogy családon belül. Hát persze, akár, egy ilyen Puskás Akadémia tudományos nagy vasszak dolgozatot. Azt hiszem, hogy történeti munka. Puskás Akadémia története. Nem, 13 oldal fűzve. Testnevelési egyetemi tankönyv is. Igen, az sport. De azt hittem, hogy családon belül. Teljesen mindegy. Nem. Ferdinánd, az Priya teljesen. Az, hogy ti nagyon fiatalok vagytok, eljön az az időszak, amikor az ember elkezd rádöbbenni, és akkor kezd el az öregedéssel először foglalkozni, hogy egyre kevesebb helyről kap ajándékot. Tehát nincs bárkitől ajándékot kapnia, mert amíg te vagy gyerek, meg fiatal, addig te kapod a családodtól, aztán jön az az időszak, amikor neked vannak kisgyerekeid, és akkor az is olyan aranyos, hogy ők még így rajzolnak, igyekeznek, kitalálnak valamit, adjanak. És aztán eljön az időszak, amikor tulajdonképpen, ha nem kéred kifejezetten, meg nem jelzett, hogy azért én mindig leadom a gyerekeimnek, ugye négy fiammal is mindig mondok egy olyan ajándékot, hogy négyen szépen össze tudnak dobni, mondom, azt az egyet szeretném kérni. Zoli márciusban Maltis-szigetekre megy egy hónapra. Akkor a mergány gyerekek. Szeretek a realitások talaján maradni, úgyhogy egy vízforralót kérte. Majdnem Maltis-szigetek. De csak merülő forraló. Jó, hát egyetemisták az ösztöndíjból arra futotta. És, tehát, hogy igen, hogy elmaradt, de azért kaptam sportosat, tehát kaptam tőletek egy üveg jégert. Azt elfogyasztani. Hol van? Hát nem látjuk. Hát az már a rendeltetésének megfelelően használtuk szilveszterkor. Na jó, de akkor beszéljünk tényleg a sportról, és hát elképesztő mennyiségű meccs maradt el. Ugye? Tehát hogy azért viszonylag azért tavalyi évhez képest nyilván jóval szabadabban élünk, és meccsre is lehet menni. Most tényleg hétvégén olvastam a szintén fehérvári sportszerető barátunk kiírását, hogy nagyon jó, hogy Spanyolországban csak 75%-át lehet eladni a jegyeknek, de hogy ezt úgy oldják meg, hogy szektorokat zárnak le, és kvázi ez a 75% az egymás nyakában liheg ugyanúgy, tehát nem az valami, mit tudom én, csak minden második székkel lehet ülni, vagy minden a háromból, négyből hárman az jön neki, jól, igen. Szóval, de hogy ennek ellenére, azért a Premier League-ben most már 18-nál járunk, 19 meccsnél, ami ugye elmaradt november óta. Igen, csak elkezdődött, mint hogy elkezdődött volna ez a aki akar halasszon, majd engedjük, tehát nincs egységes szabályozás, de szerintem nem csak a Premier League-ben, mert majd
biztos beszélünk itt a mondjuk a fehérvári kézilabdás lányokról, arról, hogy most hogy jártak, vagy mi volt mondjuk egy évvel ezelőtt. Hát a hokisok is ugye most karanténban vannak. Igen, ugye, közé lett volna hajítva a gyeplő, hogy gyerekek, hát ugye a sónak mennie kell, ez az első és egyetlen nagy tanulsága az első karantén időszaknak, hogy ott akkora veszteségek voltak, és olyan vállalhatatlan dolog volt, hogy azt mondták, hogy bármi áron, de menni kell. Szerintem egyébként ott derült ki az első karantén időszak alatt, ugye 2020 ott májusában, amikor újraindulgattak a különböző bajnokságok, hogy egy Bundesliga, ha nincs néző, semmivel sem magasabb a színvonal kis túlzással, mint az NB1-ben, mert ott akkor én eléggé ki voltam éhezve, és tényleg néztem ilyen nézők nélküli Bundesliga meccset. Jó, nyilván nem a Bayern München, meg nem a Dortmund játszott, de hogy azért ott ilyen középcsapatokat elnézegetve az embernek az volt az érzése, hogy tényleg, hogyha ő náluk is, mit tudom én, 2000 néző lenne kinn a 40.000-es stadionban, akkor nem biztos, hogy annyira élvezetes lenne, mint tehát házban. És lehet, hogy a magyar... Te mikor fanyalottál rá a Bundesligára? Amikor nem volt NB1, vagy mikor? nem, csak hát ja? Azért nem nézek meg mindent. Aha. Nem, tehát... De mi volt az ok, amiért rá fanyalottál a Bundesligára? Hetekig, hónapokig nem lehetett meccset nézni. Aha. Ja, és akkor pont lehetett Bundesliga. És akkor pont lehetett nézni. Én Bundesliga 2-t is néztem. Aha. Aha. Azért a nézők nélkül komoly kínzásám. Igen, szörnyű volt, hogy kiderült ott ugye a 2020 tavaszán először is egy csomó, először a, jól emlékszem, a franciák, aztán egy csomó európai bajnokságot is félbeszakítottak, a bajnokok ligáját valahol elvágták az egyenes kieséses szakaszban egy odavágó után, és aztán később bepótolták. Akkor ahol lehetett meccs, ott se lehetett néző, itt nálunk Magyarországon is egymás után szüntették be a bajnokságokat, és mindenki rájött, hogy nyilván ahol komoly üzlet és valóban piaci alapok vannak, ott egyrészt az óriási bevétel kiesés az, amit semmivel nem tudnak kompenzálni a klubok, de ahol meg csak az, hogy tényleg az az élmény, hogy nézők előtt játszó, hogy egyáltalán legyen meccs. És akkor ennek az lett a következménye, mert a következő hullám előtt azt hallottuk, hogy minden áron mennie kell a meccseknek, jó teszteljenek, jó, ha negatív, akkor különítsék el őket, de nem fog emiatt csapat karanténba pozitív, kerülni, le pozitív. Kell játszani, igen, bocsánat, pozitív, le kell játszani minden áron a meccseket, és hát most ugye a fehérvári kézisek is gyakorlatilag ennek estek áldozatul, hiszen még egy évvel vagy másfél évvel korábban az lett volna, hogy jó, ők nem tudnak játszani, akkor a meccs elhalasztva majd lejátsszuk, vagy nem. Nekünk maradt ugye úgy a meccsünk, hogy az ellenfél a meccs napján jelentette, hogy nem jön el. Na most ugye ebéd közben tudtam meg, ugye, hogy nem kell menni. Most ugye ez megtörténik 2022 elején, vagy 2021 végén, és azt mondták, hogy bocs, mentetek volna az ifikkel. És 10-0 az ellenfélnek. Ami teljesen más megítélés. Tehát, de ez is mondom nekem az a rossz ebben, hogy mintha tényleg olyan össze-vissza lenne. Tehát, de ugye a Tottenham Ren esete ugye a konferencia ligában így van. Konfetti ligában így van, hogy nem tudtak kiállni, vagy nem akartak. Ugye ez a nagy kérdés, és tényleg ez a nagyon-nagyon nehéz ebben ugye ugye volt a portugál bajnokság van, ugye, tudom, két hónappal ezelőtt a mérkőzés, ahol ugye a Benfica hetet rugott a szünetig, aztán a második fél 10. percében meg annyira elfogyott az ellenfél, ahol ugye a kapus játszott a jobb hátvédet, hogy nagyon nehéz meghúzni a határt, hogy hol van az, hogy picit játszol azzal, mert mit tudom, és azért vannak azért, ne gondoljuk, hogy nincsenek ugye ilyen álszenteskedő vagy alakoskodó klubvezetők, meg ügyeskedő emberek ugye a nyugaton is, ahol te lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, most még meghúzod, vagy meg van húzódva a Lukaku, de nem, tehát tényleg nem mondjuk csapatneve, tehát a legjobb csatárod meghúzódott, és akkor azt mondod, hogy a keret jó része covidos, és nem akarok kiállni. Holott egyébként meg... De ki kell, és lehet, hogy ez a helyes. Tehát ugye az Alba is most igazából azért nem tiltakozik, mert valóban mondták a szövetség, hogy hát vittek volna el akkor 5 ifit. Nyilván úgy van vele, én gondolom legalábbis abszolút nem hivatalosan, hogy elutazni Debrecenbe, azért is pénzt fizetni, az ifikkel kikapni nem 10, hanem mondjuk 20 góllal, hát akkor már inkább legyen az, hogy nem megyünk, és akkor 10-0. Az egy érdekes felvetés, egyébként az Alba posztja alatt, mi van akkor, hogyha a Győr csinálja ezt, a Győr mondja azt mondjuk a Vasas ellen, hogy én nem megyek el, nem utazom el a fővárosba, mert van 6 Covid pozitívam, és nem tudok kiállni. És akkor mit mond? Mert az nyilván alapvetően döntően befolyásolhatja ezt egyébként, ezt a csodás lebonyolítású magyar női kézilabda bajnokságot. Ezért nem fog megtörténni szerintem. Nyilván ennek nagyon sok aspektusa van ennek
a dolognak, de azért azt szerintem egy pillanatra se felejtsük el, hogy nyilván fontos a sport, meg a gazdaság szempontjából fenntartani egy ágazatot, az szintén nagyon fontos, de azért a legfontosabb az mégiscsak szerintem az ember élet. És ezért van ez az egész, hogy lehetőleg minél kevesebben veszítsék el az életüket. És nekem az jut erről eszembe, amikor megkérdeztek valami orosz kosárlabda edzőt, hogy mit szól ahhoz, hogy a játékosa nem volt ott a sorsdöntő mérkőzésen, hanem inkább elment a felesége, ez aki éppen akkor adott életet a gyerekének. Hogy ez mit gondol erről? És ez egy újságírói kérdés volt a sajtótájékoztatón, és erre visszakérdezett az edző, hogy önnek született már gyereke, tudja, hogy vagy valójában az ő meglátása szerint az sokkal fontosabb, hogy ott legyél a gyermeket születésénél, mint ott legyél egy meccsen. És én látok ebben párhuzamot, szóval, hogy persze ez a Covid ez hoz ilyen helyzeteket egy olyan ágazatban is, mint a sport, de a legfontosabb az tényleg az, hogy lehetőség szerint minél kevesebben fertőződjenek el, kevesebben kapják meg ezt a mocsodék vírust, és minél többen maradjunk életben. És én ettől nem tudok elvonatkoztatni. De amit te mondtál, ez egy tökéletes példa egyébként, viszont azért nem összehasonlítható szerintem egy világjárvánnyal, már abban a tekintetben sem, hogy ha... Hát ugyanúgy az emberéletekről beszélünk, és arról, hogy mi a fontosabb. Hogy ott legyél a gyereket születésénél, vagy nem, hogy megteremtsd annak a lehetőséget, nem, nem, nem hogy minél kérdés, többen de nyilván élek most, túl. Amikor már van oltás, meg van feltételezetten működőképes gyógyszer, vagy gyógyszerek, amivel lehet kezelni. Valaki sajnos ezt sem segít. Koronavírus. Hát igen, csak közben meg ez egy óriási iparág. Tehát ez ma már nem nyilván, az, mint mondjuk tényleg 60 évvel ezelőtt. Az is árnyalja a képet, egyébként alapvetően egyetértek Krisztiánnal, hogy abszolút az emberi élet kell, hogy a legfontosabb legyen, de itt az is árnyalja a képet, hogy ezeknél a kluboknál is, ha mondjuk a Győrt hozott példaként, nyilván nagyon sok embernek kellene a Győrben megbetegedni ahhoz, hogy ők ne tudjanak kiállni. Most hagyjuk, már nincsenek olyan karantén szabályok, már nincs, ezt mondom, nincs az se leszabályozva, hogy ha egy ember pozitív, akkor az egész csapatnak két hétig, mert még így indult ugye két szezonnal ezelőtt. És hát ott vannak tényleg azok a nagy egyesületek, most a Barcelona edzője nyilatkozta ugye azt a Xavi a spanyol bajnoki forduló előtt, hogy ezt a mérkőzésüket nekik Mallorcán nem szabadna lejátszani, és nevetséges az egész. A Barcelona is tele van koronavírusosokkal, meg még sérültekkel is, és olyan tartalékos csapattal kellett kiállni, mert azt mondták, hogy el kell menni. De milyen tartalékos csapat? Hagyjuk már. Hát abban mondjuk három olyan játékos volt, aki azt mondott. De azt mondom, hogy ezért lehet ezt relativizálni, és azt mondom, hogy jó, kérem, nincs tartalékos Barcelona, nincs tartalékos Győri Eto'o KC. Én azért nem értettem egyet a Xavival, már akkor sem, mert azért nem, tehát nyilván először is egy Barcelonának most azért nyomkodom a telefonomat, hogy megkeresem azt a vasárnapi mérkőzést a La Ligából, az összeállítás, de tényleg, hogy mennyire tartalékos volt ez a szerencsétlen Barcelona. Tehát ugye testéken a kapuban Mingueza, Piqué, ugye Eric Garcia, Araujo, Puig, De Jong, Nico, Akomac, De Jong és Jutla. Hát azért ennek az össze... Ebből nekem a fel nem mondott semmi, de az nem azért van. De az nem azért van. Nikó, én is meglepődtem. Tehát azért ezek a játékosok, jó, itt van, hogy tényleg fiatal, mert pont Nikó 20 éves, de azért Eric Garcia a jövő egyik legnagyobb ígérete, mint jó, belső de, védő. De nyilván arról van, hogy akik hiányoztak, azok azért biztosabban lennének. És kezdett, egyébként nyertek. Igen, tehát nagyon sokféle meg lehet ezt közelíteni. Én azt gondolom, most jelen pillanatban tényleg mindennél elsődlegesebb az, hogy a show-nak, az üzletnek folynia kell. Maguk a szereplők, de egyébként ezt beszéltük az utolsó adásban, csak akkor nem a Covid kapcsán, hogy ez az iszonyatosan túlterhelt versenynaptár, ha emlékeztek, hogy még ki akarják találni a két éventi VB-t, hogy még bővíteni a világbajnokság mezőnyét, hogy még a klubcsapatokra újabb terheket róni. Tehát, hogy akik benne vannak, azok egyre hangosabban és egyre többször jelzik, hogy ez így nem fog menni. És akkor most van egy ilyen helyzet, ahol meg konkrétan tényleg egészségi problémák vannak, és ugyanúgy hajtaniuk kell, és ugyanúgy menni kell
minden egyes hétvégén, sőt hétközben is föl a porondra. Csabi nyilván azért tiltakozott, mert ilyen kilométer hosszú a hiányzók listája, de itt azért van térsérülés, eltiltott, gyomorproblémák, combsérülés, hátsérülés. Az mind a Covid mellékhatása. Ja, igen. Tehát azért itt... Bennem az a kérdés vetődött fel, hogy vajon... Na most csak ezt akartam mondani, hogy nyilván ilyenkor rádobja a tűzre, hogy hátha, mert tényleg, mit tudom én, hiányzott három játékosa, aki nem Covid miatt, vagy nem pozitív koronavírus teszt miatt, de hát, ha meg lehet ezt a meccset most úszni. Tehát bennem az vetődött fel, hogy na, mit lehet csinálni egy ilyen helyzetben? Semmit. Alkalmazkodsz az adott körülményekhez, és mondjuk a versenynaptár érdekében mondjuk azt mondod szövetségként, hogy hát gyerekek, akkor Debrecen 10-0-val. Megyünk tovább, show must go on. De jó kérdés lehet, hogy meddig mehet ez az egész el, és mennyire hát, sérül ez... benne majd a bajnokság végén a különböző hát, bajnokságnak a sérült, tehát ez már most sérült. Csak mi lesz sőt. Majd akkor 10 napokat várunk, és akkor 10 napig oké leszünk, aztán 10 nap múlva megint beszélünk. Ezt a látszatot fel kell tartani, hogy most a pályán fog eldőlni. Nem lesz olyan, hogy félbeszakadt, nem lesz olyan, hogy valaki kevesebbet játszott, vagy később potolja, miközben egyébként nem igaz, hiszen látjuk, hogy a Manchester Unitednak jelenleg 3-mal kevesebb meccse van, az mind Covid miatt elmaradt mérkőzés, a Tottenhamnek is kevesebb meccse van, és akinek nincs kevesebb, nem akarok csak a Premier League-ről beszélni, csak most ez jutott eszembe, a Klopp is, a Tuchel is folyamatosan mondhatná, hogy egyfolytában sérültek, betegek, a félkeret hiányzik, ahogy a Xavi is panaszkodik, tehát hogy fönn van tartva egy látszat, hogy menni kell a show-nak, ahogy te mondtad, de közben mindenki tudja, hogy ennek a show-nak most áldozatai vannak, de hát biztos mindenkinek jobb, mint hogyha megint nem lenne. Csak az lenne a legnagyobb áldozat, hogy egyáltalán nem lenne mérkőzés, meg nem lenne bajnokság. Tehát az lenne a legnagyobb probléma az, hogy most adott esetben egyébként a Premier League-re pont a Liga Kupa, FA Kupa és ebben a továbbítás és az amiatti halasztások miatt azért ilyenkor január-február magasságában viszonylag jellemző, hogy van egy-egy csapat, amelyik mondjuk 2-3-mal kevesebbet játszott, van, aki 1-2-vel már többet, mert viszonylag hamar kihullott mondjuk a Liga Kupa. Az egy komoly szervezet a Premier League. Mondjuk, jó, csak itt fontos, hogy a bajnokság végén ugyanannyi a mérkőzés szám. A kollégiumi bajnokságunkban nem fordulhatott elő ilyen. Hogy... Mondjuk azért én is kíváncsi lettem volna visszatérve a női kézire, hogyha ez mondjuk az Etónál vagy a Ferencvárosnál történik egy ilyen, akkor így gyakorlatilag egy akkor ilyen... Akkor nincs 10-0, ez nyilvánvaló, akkor elhalasztják a mérkőzést és lejátszák akkor, amikor lehet. Hát ne adj Isten, hogy ez kiderüljön. Mi a véleménye Szilárd erről? Hát az a véleményem erről, hogy meglátjuk, hogy esetleg ilyen helyzet lesz, akkor mi lesz akkor a döntés. Hát igen. Nincs jó döntés szerintem ebben a helyzetben. Döntés nincsen, de tényleg, tehát valamit dönteni kell, mert az igaz, hogy tavaly ilyenkor már csukott volna, zárt volna a bazár, viszont ugye most már látok azt a helyzetet. Tavaly ilyenkor imádtuk azt, hogy kimentünk meccset közvetíteni, és gyakorlatilag mindent hallottál a kispadról. Főleg kosárlabdában, ahol ugye ott közvetítünk azon az oldalon, ahol egyébként a kispadok vannak, a kéziben ez picit nehézkesebb, de még ott is hallottad. Tehát annál rosszabbat én nem tudok elképzelni, mint üres stadionba kimenni, ez és igen, ez bármit csinálni. Olyan, mint hogy nézzel valami nagyon szép táncot, táncművészeti performance-t, de, nem szól de abban a pillanatban, hogy hallod, hogy csuszkorálódik a lába, zihál, az már is olyan más közegbe teszi ezt az egészet. Nekem a nemzetközi csúcsfoci is ebből a szempontból olyan furcsa volt. Nem mondom, hogy kiábrándítod. Nem tudom, melyik volt a rosszabb. Ennyit ordibálok, ezek is mind a 4-2. Bajnokok ligája döntőt néztünk úgy, ugye Bayern München Paris Saint-Germain, hogy hallottad az utasításokat, meg az egymáshoz beszólást, meg eljátszottam a gondolatot, hogyha ennyire értenék, hogy vajon beszélnek olyan szépen, mint a magyar bajnokikon szoktak. Nem, mert annyira szépen nem, egyetlen edzés sem tudja kifejezni magát. De akkor már nem volt az, hogy alájátszottak atmoszférát, mert előtte ugye hónapokig nézted az üres meccseket, ahol... keverték be a közvetítésbe, a stadionban nem, de a közvetítésbe keverték be. És arra gondolt, hogy ez valami egészen futurisztikus, tehát tényleg, mintha ezt valami rendező találná ki és játszaná, és eljutunk oda majd előbb-utóbb, hogy tényleg azt fogják mondani, hogy a francnak kell az a sok bizonytalanság. Levetítjük, megrendezzük, alákeverjük, és minden olyan lesz. De egyébként azt kellett volna kipróbálni, és hogyha ne legyen így, de ha esetleg lesznek ilyen mérkőzések, hogy
hogy maszkban akkor beültetni a főlelátóra egy ilyen hatalmas szimfonikus zenekar, és mint a Tom és Jerryben, alá játszani, és mikor megy a támadás, akkor itt van a cápának a betét dalát. Igen, hát az a baj, hogy néhány magyar bajnokira Benny Hill Show-nak a zenéje, de lesz, nem sokszor hangzanak fel, hogy jön a cápok típusú zene, így van. Csak egy szakszofon. De tényleg most már... Tudsz utcát robitázni? Van ilyen bejátszónk? Be tudom kérni, mert szerintem kéznél van a srácoknál a szájtrombita. Yeah, most már az előző évek tapasztalatai alapján tényleg meg lehet hozni azt a döntést, hogy igen, ez így jó, vagy igen, ez így rossz, és akkor változtatni kell. Csak ugye most még tényleg az van, amit mi taglalunk is, hogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz most egyelőre, ez van a semmi. Egy rendkívül friss élményem ezzel kapcsolatban, ami mutatja egyébként, hogy tényleg milyen borzalmasan ellentmondásos és rossz ez a helyzet, mert amikor arról beszélünk, hogy még nem is marad el egy meccs, mert ma már nem kell, hogy elmaradja, de van egy csapatban mondjuk egy játékos, aki hiányzik, vagy kettő, az nyilván egy verseny hátrány, és ma forgattunk pont előzetest a szerdai Alba Debrecen kosármeccs elé, és a Vojvoda Dáviddal beszélgettem, és aztán úgy már kamerán kívül dumálunk, mondja, hogy nem fog játszani a Debrecenben a Drenovac, aki egyik legjobb játékosuk, és mondom, hogy... De ez nem hivatalos... Hát hogy így, és akkor, hogy hát mert hogy ő is elkapta a koronavírust, és így kiszaladt belőle, mert jó van akkor. És ez nyilván olyan, hogy nem az Isten menj egészséget kívánok neki, tehát nem az ő betegségén élszerődöm, amúgy is nyilván, tehát tudjuk, hogy hál' Istennek nem súlyos, hanem egyszerűen csak a pozitív tesztje miatt, de hogy az a szurkoló úgy viszonyul ez, hogy hát azért csak nem játszik az ellenfél legjobb játékosa, hát... Ami persze sérülés miatt is előfordulhatna, csak közben itt arról van szó, hogy egyébként meg lehet, hogy kutya baja. De ugye a férfi kézilabda válogatott egyik tagja, aki ugye most csatlakozott a kerethez, ő nyilatkozta, hogy ugye, Dániában játszik, hogy jobb átlövőben lesérült a váltótársa, vagy hát akivel ketten voltak a poszton, gyakorlatilag végtolta az egész őszt egyedül a poszton, és hát egy ilyen tünetmentes COVID-fertőzésen esett át, úgy nyilván tudom, 2 hét vagy 10 nap pihenője volt emiatt, és mondta, hogy tulajdonképpen annyira emiatt, hogy végig kellett tolni az egész szezont egyedül, emiatt annyira nem is bánja, mert hogy legalább egy kicsit föl tudott frissülni, tudott egyet pihenni. De nyilván nagyon nehéz kérdés ez, mert most az, hogy COVID, de ugyanúgy lehet tényleg, amit most itt mondom, a Barcelonánál végigolvasod, akkor izomsérülés, meg gyomorrontás, meg mit tudom, fülcimpagyulladás, tehát hogy bármi más miatt is kieshet. Ez azt mutatja szerintem, hogy ez most az életünknek az a része, hogy egyelőre még koronavírus fertőzéssel nem lehet pályán lenni, ahogy mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt simán egy kisebb megfázásra, meleg víz vele a annak idején még mondjuk a Vörös Zsuzsa által is reklámozott influencer lenni ital, és akkor nem akarok márkát mondani, és akkor játszott a játékos. Most meg tényleg az van, hogy teljesen tünetmentes, semmi baja nincsen. Hát csak attól függ, hogy melyik szinten, mert ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egyébként amatőr szinten lehet sportolni bármiféle, még oltatlanul is, és semmiféle tesztkötelezettség nincs. Most, hogy hol húzzuk meg az amatőr határt, azt én nem tudom, tehát nem akarok belemenni, de hát itt volt ez a kiváló évvégi foci torna, ami minden évben remek szórakozás a Vogue-ban, és hát ott az volt, a szabály elmondta Juhász László főszervező a sajtótájékoztatója, hogy a nézők azok csak oltottsági igazolással. De a Premier League-be se kell mindenkinek oltottnak lenni, nem kötelező. De tesztelve vannak. De az amatőr játékos, tehát ha most így összeálltunk volna 5-en egy csapatra, nevezhetünk volna, senki nem kérdezi meg se azt, hogy be vagyunk oltva, se azt, hogy pozitíve vagy negatíve a reggeli friss tesztünk, mert nincs is. Ennél mondok jobban, sokkal magasabb szint, és dollár 100 milliós üzlet most már, a dánc világbajnokság, ahol a játékosok maguk teszteltek, és maguk jelentették be adott esetben, hogy most pozitívak vagy negatívak, és ebből azért volt a probléma, meg fölháborodás. Volt, aki kvázi jó eséllyel COVID pozitívval játszott, és a veresége után jelentette be, hogy jó, egyébként pozitív lett a tesztem. Hát az ellenkező példa meg a holland világbajnok, hogy hívják a kopasz, nem tudom a pontosan nevét. Jápsztám. Ő nem volt világbajnok soha. Ugye a Dallasnak a nagy alakja, aki Michael van Gerwen. Igen, visszalépett, ő bejelentette, hogy pozitív. Mert ő a Barnefelder edzett együtt, ugye, azt hiszem, és ő meg COVID pozitív lett. Erre föl őt meg megkérdőjelezték.
hogy valóban ezért lépette vissza. Ez ilyen rohadt egy dolog, már bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem mindannyiunk véleménye ez, televízió nézők és ez az egész helyzet, és szerintem erre tényleg nincsen jó megoldás. Talán megér egy misét, hogy mi van akkor, de nem hogyha azt mondjuk a szezon elején legyen szó bármely szövetségről, hát gyerekek, ilyen Covid van, de most, hogyha ennyien pozitív tesztet produkálnak, hát akkor gyerekek, kiátok az ifivel, nem érdekel. Ennek a show-nak mennie kell, akkor Barca ifi, meg nem tudom, Malaga ifi, nem érdekel. Ezt is lehetett volna mondani, de ez így nem volt kimondva egyébként. Mert az, hogy az előtti szezonban, amikor berobbant ez az egész, és azt se tudtuk, hogy hol vagyunk, és akkor azt mondták, hogy ezt akkor befejezzük, meg ilyen és olyan körülmények között, zárt kapuk mögött, különleges biztonsági intézkedések közepette, még lenyomjuk a BL-t, meg amit lehet, arra azt mondom, oké. De most azért, ahogy te is mondtad, most már azért vannak bizonyos keretek, amik között lehet működtetni egy iparágat, legyen szó Premier League-ről, vagy női kézilabda bajnokságról, tehát hogyha szezon elején kimondja a szövetség, hogy ha az Alba nem utazik el, akkor ennek ez lesz a következménye, de hát szerintem ez egy nem egy ilyen sok esetben nyilván helyzethez is kell mérni, ugye. De annyira durva a versenynaptár, hogy a Debrecen nem fog tudni velünk kiállni, tehát én ezt se értem. Ez a versenynaptár évek óta nem durva, mert ugye a Győr és a Ferencváros lehetséges BL szereplés, vagy BL győzelme, meg BL Final Four-ja miatt gyakorlatilag minimálisra csökkentették a mérkőzés számot, tehát 26 meccset játszunk egy szezonban, míg mondjuk tényleg egy világbajnokságon, ha most kiszámoljuk, akkor tényleg, hogyha mondjuk világbajnoki döntőt játszik a csapat, akkor egy VB-n azt hiszem játszunk 10 mérkőzést. Tehát, és a VB lemegy 3 hét alatt, ezzel szemben szeptembertől május végéig, az gyors fejszámolás 9 hónap alatt játszunk 26-ot. És azért, ugye annak idején volt alsóház, felsőház, meg rájátszás, meg mit tudom én. Tényleg, tehát az van, hogy ez nem egy olyan döntés szerintem, vagy megítélésem szerint, amit szezon elején akár mondjuk el lehet mondva minden csapatnak, hanem ez egy most egy aktuális döntés, igaz? Ami szerintem fölvet egy olyan kérdést, ami már független a Covid-tól, és egyszer egyébként tök érdemes lenne körbejárni, akár ebben a műsorban, akár meghívott vendégekkel, hogy mondjuk a fehérvári egyesületek, amelyeknek történetében vannak azért hagyományosan nagy eredmények, meg olyan klubok, amelyeket adott sportágban tényleg tisztelnek, hogy jelenleg mondjuk a sportdiplomáciai érdekérvényesítés területén hol állunk, mert ez egy kicsit szerintem olyan dolog is, hogy azért harcolni, lobbizni, asztalt verni, sajtónak nyilatkozgatni lehet, ha úgy érzi valaki, hogy vele méltánytalanság esett. A Debrecennek tök jó ez, a Debrecen egyébként nemzetközi porondért küzdő, most kapott ugye ajándékba meccs nélkül egy győzelmet, ami nem azért értékes, mert amúgy ne vernék meg mondjuk otthon az Albát, hanem egy terheléssel kevesebb, és ugyanúgy zsákban van a 2 pont, míg mondjuk az ő riválisának lehet, hogy le kell ezért játszani, meg utazni a 300 kilométert. Szerintem sehogy nem korrekt ez, ha valóban az van, amit a Krisz mond, hogy nem volt egyértelműen lefektetve. Sehogy nem korrekt. De nem hallottam, hogy a fehérvári klub vezetése ez ellen tiltakozott volna nagyon. Ezt én sem hallottam, de minden esetre... Hát... Ez adott esetben, hogyha most visszatérni még egy kicsit a Premier League-hez, akkor ott lesz érdekes, hogyha netán annyi mérkőzés lesz, és ott tényleg nagyon feszes a versenynaptár, FA Kupa Liga, Kupa Bajnokok Ligája, Európa Liga, Konferencia Liga, és a többi. A szezon végén ott lesznek majd a 16 mérkőzés, amit nem tudunk lejátszani, pedig most már május 31-e is elmúlt. Na akkor ezt a meccset ők kérték, hogy halasszák el, akkor a másik kapja a 3 pontot. Hopp, mindjárt nem a West Bromwich a kieső. Okay, hány gólt adunk kinek, és akkor ez is beleszólhat, amikor egy Én nem kívánom, hogy így legyen, meg még az ördögöt se akarom a falra festeni, de láttuk azért a lányok őszét. Mi van, hogyha ezen a 2 pontok fog múlni, hogy a léc fölött vagy alatt? Most már nem a Premier League-ről van szó. Kicsit így csapunk, mint a végéző a bajnokság, a Premier League között. Maradtam a parketten, igen. Tehát mi van, hogyha ezen a 2 ponton fog múlni, hogy az Alba-Fehérvár KC a vonal fölött vagy alatt lesz? Nem ezen fog múlni. Úgy legyen. Nem fog múlni semmi. Na de... Az a jó hírem van, gyerekek, mert ugye mindig beszélgetünk itt csapatotokról, hogy nektek tök minden. A Manchester Unitednak Covid nélkül, Coviddal,
Ranyik nélkül, Ranyikkal, de jó rímet faragtam hirtelen. Ennyi. Gyakorlatilag a teszt mindig negatív lesz. Ne rúgjál belénk még nagyobban, légy szívesen. Igen, hát ha valahol nem változott semmi, az... Igen. De hogy nem, Jones visszatért két év Jones, után. Így van, például én ránéztem egyébként az összeállításra, és mondom, hogy ebből baj lesz Morel, ugye, ezzel a remek mondással élve, és tényleg az volt, és az ördög egy kicsit a falra festettem vele, nyilvánvalóan aztán be is jött. Károgtál már meccs elején. Már meccs elején károgtam, mondtam is önökötesemnek, hogy ne ragd meg ezt a meccset, és mégis megrakta a Manchestert, aztán a meccs végén 1-25-re megrakta a Wolverhampton, valami kis pénz jön is vissza. Igen, sajnos, na mindegy, de hát ugye volt az a szerencsétlen kifejelés, amit valamit csinálni kellett, de mégis ő jött ki, illetve a csapat jött ki belőle rosszul, mert ugye abból jött a gól, de mégis a Jones nyújtotta az egyik legjobb teljesítményt, ugye. Szerintem még különböző annyit... fórumok szerint ő lett a meccs embere is, és annyit tett le az asztal, mint MacGyver. MacGyver. Nekem MacGyver kellene, aki tényleg ilyenkor hajtogat a hajszt. Na, szóval itt több sebből vérzik a történetre, tényleg nem lehet más mondani. De mindjárt még azért akarok beszélni másról is, de azért egy gondolat, csak hogy annyit szerintem változott a helyzet a United-nél Solskjær távozásával és annyi érkezésével, hogy Solskjærnál tényleg gyakorlatilag szeptember eleje óta azt érezted, hogy ez teljesen kilátástalan, itt Ranyiknál azt érzed, hogy ez teljesen kilátástalan, de hát ha változik. Szóval hogy érzel valami koncepciót, nem biztos, hogy ez a megoldás, meg nem biztos, hogy tényleg itt a messiásként várt Ranyik az aki, vagy tényleg akkor igazolni kell most 2-3 játékost a téli átigazolási időszakban, és nem feltétlenül Ousmane Dembélét a Barcelonából. Hanem mellé még Haalandot is. Csak Haalandot, az vagy Haaland. Haaland. Sokan szeretnék. Szóval a Borussia magas szőkéjét kéne többek között, meg tudom, két belső középpályást, meg itt visszaszerezni Smallingot. Beszéljünk a kosárlabdáról, mert mégiscsak úgy ért véget a tavalyi esztendő, ahogy azt nem vártuk, hogy elment a csapat Szombathelyre, és legyőzte a bajnoki címvédő Falkót. És ezt szerintem kevesen gondolták azt, hogy aki ebben a szezonban majd Szombathelyen nyer, az pont az Alba lesz. Igen, az örök telhetetlen a szurkoló. Úgy ért véget az előző szezon, vagy az előző év, hogy tényleg kevesen gondolták, de egyet kiegészíteném, hogy kikaptuk itthon a Pakstól, és utána nyert a csapat Szombathelyen. Tehát az, hogy ebből a két meccsből egy győzelem, egy vereség, ez úgy tök benne volt. Én biztosan is vettem, hogy így lesz. De hát nem ebben a felállásban. És tényleg úgy van az ember, most ránéz erre a kosárlabda bajnokságra, hogy tényleg hihetetlen, mennyire tök egyformák a csapatok. Még ez jó! Nagyon jó, persze, csak azt mondom, hogy az egy hülye vereség, de ez már egyébként a negyedik hazai volt, és nem nagyon emlékszem én az Alba-Fehérvár történetéből olyan szezonra, ahol mondjuk négyszer kaptunk ki hazai pályán csak az alapszakaszban. Akkor sem, amikor három edzőt fogyasztottunk? Lehet, hogy volt, de hogy biztos, hogy amikor itt komoly cél, meg normális csapatokra ilyen nem fordult elő. A legközelebb jön. Igen. És szóval, hogy nagyon sok ez a négy hazai vereség, és hogyha mondjuk csak egyel lenne kevesebb, akkor a csapat nem is tudom, második vagy harmadik helyen állna a táblázaton, és mondjuk tök elvárható, hogy itthon Kecskeméttől, vagy a nem is tudom, kitől kaptunk még, ki ne kapjunk ki. Mert az, hogy vagy Pécsen nyerjünk plusz 26-ról. Szolnok nyert itt, az oké, meg a Falkó is nyert itt, az is belefér, a többi az szerintem hazai pályán nem fér bele. De mindegy, oké, az már egy másik történet volt, most abban reménykedünk, hogy tényleg valami változás lesz. Szintén kérdeztem Vojvoda Dávidot, szintén műsoron kívül, hogy milyen az új edzővel a munka, és hát mondta, hogy nagyon érdekes tényleg Zollner személyisége, mert hát van azért egy stílusa, ami nem feltétlenül ez a mindenkit maga akar nyerni típus, sőt, egy igazi kis akarnok, megy föl, fújtat, megy és mutatja és mondja, és azt mondja, a sztárjátékos ugyanúgy le van kapva a pályáról azonnal, hogyha valamit nem teljesít, nem úgy védekezik, mint a fiatal. Hát volt Vodát is az első, hogy a második meccsen lekapta. Igen, mondta, ő is és lekapta, és azon kaptam magam, hogy ülök 10 perc a padon. És ő Vojvoda Dávid. Ami egyébként tipikusan az a felállás, hogy az ilyen edző akkor működik, és akkor szereti a csapat, ha nyerünk. Amikor nem, és mondjuk zsinórban nem, akkor villámgyorsan jön, hogy mennyire utálják az edzőt. De azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan dolog, hogy a szakmai hitele attól lesz meg valakinek, hogy amit mond azon a játékosok, értik-e és érzik-e, hogy jóra vezet.
aztán onnantól kezdve, hogy egyébként babusgat vagy ordibál, az szerintem másodlagos kérdés. Most már nagyon kíváncsi vagyok erre az interjúra, mert ennyi mindent mondották kamerán. Abba semmi van az interjú. Mi lenne benne? Nyerni akarunk. Ha a saját játékunkat játsszuk, akkor 100%. Igen. Imádom ezeket. Egyébként én ezért szeretem például Kloppot, Jürgen Kloppot, mert ő az, akit, hogyha meghallgatsz, vagy Mourinho-t, akit... Megint a Premier League-nél vagyunk. Hát csak véletlenül. Hát igen, de ugye, vagy Horváth Feri. Ja, na, jó, akkor az már nem. Ki tudja, lehet, hogy egyszer. Hogy egyébként borzasztóan utálom ezeket a meccs előtti, a meccs utáni interjúk. Jók voltunk, nem voltunk jók, fáradt, igen, hát ha bemegy, akkor gól, tehát hogy aki valaki valami különlegeset ők tud mondani. Ők is utálják, az a jó ember, amikor látod, annyira tudom irigyelni, mondják, hogy mekkora szakma, mekkora csúcsa lehet mondjuk Premier League meccs után edzőt interjúolni, vagy meccs játékosát. És akkor még oda kell menned, mondjuk egy vasztes edző, Fergusonra nem is gondolok, de még egy ilyen kevésbé karizmatikushoz is, és azt mondani, hogy és miért kaptunk ma ki? Miért kapott ma ki a csapata? Hogy Guardiola, amikor azt érzed, hogy egy darab szar vagy, de tényleg, bocsánat, azt mondom, hogy itt ülök, meghúzza maga mester, mi volt a probléma, és rád néznek undorral. Ugye a legrosszabb egyébként az, amikor ugye sajtósként oda kellett menni az edzőz a játékoshoz, és mondani egy rosszabb új sikerült meccs után, hogy most kéne nyilatkozni. Tehát az még rosszabb, mint az interjút. Hát ez kéne. Hát de most egyébként akkor a Szabicssal se élmény itt együtt készíteni. Hát Már meg se. Megbeszéltük ezt már, hogy ő sem a kommunikatív edzők típusa. Egyelőre csönd van, nem? Egyébként a Vidi házatáján. Hát számolnak vissza, 6 nap múlva lesz ugye az edzőtábor, 6 nap 21 óra, azt hiszem most éppen ezt posztolták. Megint túl sajtófőnök van, egyszer már csinálunk egy olyan kezdőköt, hogy beültetjük őket. Csak és te is itt leszel. Most már tudunk 3-at legalább. Egymást, hogy nagyon jól elbeszélgetnénk valószínűleg. Kinek mi a tapasztalata. Akkor meghívjuk még Szabó Gergőt, ugye, aki azóta az MLS-nek lett. Igen, visszatérve az imént, ez amit mondta, hogy én többek között, amit tényleg szeret az ember ebben a szakmában, és amit akkor szeret, amikor úgy érzi, hogy valóban valamiféle kis, hát vagy van hitele, vagy már megszokták, vagy tényleg olyan régóta csinálja, hogy nem azért történnek ilyen dolgok, mert olyan bizalmas nekem a viszonyom a Vojvoda Dáviddal, egyáltalán nem vagyunk jóban, nem vagyunk barátok, semmi, de mivel tudja, hogy ki vagyok, hogy mi a, már mint szerepem szerint, hogy én a Fehérvár Televízió tudósítom, hogy ott vagyok minden meccsen, hogy minden edzésen beszélünk, ezért már létrejöhet ez a nexus, és akkor mond egy-két ilyen dolgot, ami nem azért szenzációs, mondom, mert bármi tilos lenne benne, hiszen elmondtam most is, hanem ez, és aztán valóban érdekes, hogy ehhez képest aztán, mikor jön a hivatalos, akkor meg mit vársz? Köszönöm. Tehát, hogy akkor meg aztán tényleg semmi extra, de jó néha úgy, hogyha ha amúgy meg emiatt tudod, hogy mi zajlik mondjuk a háttérben. Igen, azért Balotellivel egy beszélgetés, egy meccs utáni... Egyébként interjú, mi? Kéne megfejjelek, leharaplak, fölgyújtalak. Azt mondom, hogy hol játszik most? Törököknél játszik, kérlek szépen. Aha. És ott is már ebben a szezonban kétszer megcsinálta a balhét. Tényleg. Vagy talán már 3-szor, igen, tehát, hogy... Abban egyébként a Balotellivel hasonlítunk, hogy a megkülönböztető, mert azt néha én sem bírom fölvenni. Most akartam mondani, de én nem is várok semmit Balotellitől, amit találtam, hogy bajlódik a megkülönböztető. Mégis milyen nyilatkozatot vársz valakitől, aki nem tud belebújni egy pólóba? Én is egyszer nagyon brutálisan megszenvedtem én is egy megkülönböztetővel, hogy én is egy picit nem, már Super Mario. Nem, én méletem volt, csak ez ilyen tépőzáros izé volt. Múltkor egy ilyen fotós mellé nem tudtam magamra csatolni. Ja, mondjuk nagy kabát volt az alatt, nehéz, szóval. Az nehéz. Egyébként ha már mez, meg tényleg sok mindenről beszélgetünk, akkor nem büszkeséggel mesélem, hogy a Ferencvárosnál az év kirakott molinóját, azt a kéziseknél most már legendás 9-es szektor rakta ki, amelynek tagja az én mostoha apám is, ugye Sanyi, és kirakták, hogy Elek Gabi, adod a mezed, azt talán jó lesz rám. Ugye rengeteg, most nagyon tényleg elharapódzott ez a különböző... Nem. Csak tényleg, ugye nagyon sokan kérnek mezt, úgyhogy... Hát, de föl is kerülnek egy apró hirdetések közé. Vettél már? Nem. Nem? Nem, múltkor egyébként a Gyurcsó Ádám mez került elém az interneten. Csak? Hát ez írtam a gazdájának, hogy
A jó csúcsonak? Nem, aki a kökén. Milyen a világ, épp az előbb jutott eszembe. Csak 20 hirdettem. Épp az előbb jutott eszembe, hogy Gyurcsó Ádám, amikor arról beszéltük, hogy meccs után interjúkat készíteni, vesztes meccs után, Bélyegírös, és hogy ugye ott, ahol azért a futbolisták ugyan nagyon-nagyon jól kerestek, de azért be is van szabályozva a kötelezettségük is igen szigorúan, ott nem fordulhat elő, hogy mondjuk lejön vesztesen, mondjuk a Manchester United most így hétvégén, és azt mondja, hogy nem megyek oda nyilatkozni. És hogy nekem volt ilyen élmény, az pont Gyurcsó volt valami vesztes vidi meccs után, amikor még a főépület mögött volt a MIG zóna, és nekünk onnan kellett a öltözőből kilépő játékosokat szólítani, hogy gyere, légy szíves egy mondatra. És akkor jött ki Gyurcsó Ádám is. Hogy Ádám, légy szíves, sziasztok, most nincs kedven, és elment. És így gondolkodok az arra, hogy ezt most tegyük be valami profi környezetbe, amikor kijön a Neuer, és azt mondja, hogy gyerekek, most nem szevasztok. De nekem a másik kedvencem az meg nyilván egy ilyen női sajátosság, hogy meccs után, vagy verseny után, hogy de hát szét van csúszva a sminkem, vagy hogy áll a hajam, és inkább más, vagy amikor oda áll, és akkor figyelj, jó a hajam? Hát figyelj, nem, de hát meccsről jössz, vagy tényleg ez képest már tényleg őszinte az Elek Gábor, aki nem figyel arra, hogy de egyébként nagyon fit legyen, vagy ez nagyon... Ez tök érdekes volt, mikor még a Husztit játszott Fehérváron, és ugye ő volt az, aki nem egyáltalán semmikor nem nyilatkozott mérkőzés után a semmiféle zónába. És egyetlen egyszer gyakorlatilag a testbeszédén én azt láttam, hogy ő maga állt bele a beszélgetésbe, amikor kiállították az Alcatén ellen, és gyakorlatilag, hát nem mondom, hogy rajta ment el a meccs, de azért az esélyeink, vagy a vidi esélyei jelentősen csökkentek, ugye ez BL utolsó körös selejtező igen, volt, és ott fúr. Kapott pirosat a Huszti Szabi, uh-huh. És beleállt. És én akkor egyszer láttam nyilatkozni még zónában, és érdekes módon, amikor tudta, hogy ez a felelősség az övé is. Vagy egyébként szerintem sok esetben akkor nem tudjuk, beleállt. Hogy egy játékosnak a fejében mi zajlik, vagy mi játszódik le. Balotelli. Mondjuk szerintem azt azért sejtjük. Balotellit sejtjük. Ez egy tök tiszteletre méltó. De ugye esetleg valaki el lett könyvelve olyannak, hogy nem nyilatkozik, és egyébként lehet, hogy azért nem nyilatkozik, mert tényleg, amit mondjuk Szabistól is mondott itt, ugye Sallu István, hogy nem igazán szereti azt a Rivalda fényt, vagy egyébként nyilatkozik, de csak akkor, hogyha valamit mondani, most tényleg adott esetben a Huszti is lehet, hogy most tényleg miért mondjam el a 600-tól ugyanazt a mondatot, amikor egyébként ugyanazt a mondatot elmondja majd a kis Jóska is, a 20 éves balbek, és amikor meg kell, akkor meg azt mondom, hogy gyerekek, na most van értelme, hogy ide álljak és elmondjam. Na majd, ha jön Laci legközelebb, akkor őt is megkérdezzük azért erről, mert szerintem neki más Laci, lesz a véleménye. Markánsabb véleménye lesz. Nem, ez szimpatikus volt egyébként a erről Szilárdnak van egyébként valószínűleg tapasztalat. Igen, tényleg... erről van, tehát amikor a Huszti ugye oda ment a Fehérvárhoz, és még én is ott voltam, akkor rengetegen keresték meg különböző te is ott voltál, újság... amikor ide jött. Igen. Akkor már ott te volt. Védekező középpályásként sokszor. Nem. Akkor már a stábban. Csak nem, nem voltál még a sajtó, csak nem a Szilárd volt a sajtófőnök még, de már a stábban ott voltál. Amikor a stábban ott volt a Huszti, tehát itt Fehérváron. Ja, igen. Akkor ez a szakmai stábban, tehát igen? Nem játékosként, hanem na, a szakmai stábban, akkor rengetegen keresték meg, és én borzasztó büszke voltam magamra, hogy én tudtam vele beszélni perceket, 5-10 perceket beszéltünk ilyenkor, amikor jöttek a megkeresések, és ugye nekem mindenkinek továbbítani kellett a megkereséseket, aztán eldöntötték ugye magasabb szinten, hogy nyilatkoznak-e vagy nem, és akkor Huszti soha nem nyilatkozott senkinek semmiről, mi viszont nagyon kedélyesen elbeszélgettünk akkor mindenféléről, nem csak arról, hogy miért nem, hanem bármi egyébről is, úgyhogy újságírói szakmának a csúcsa volt, hogy én nagyon-nagyon sokat beszélgetem tényleg Husztival. Na mit mondott? Hát ez az. Ne, hát azért nyilván közöttünk sem mindenki a jéghegy csúcsa, vagy tengerbiológus, és hát ezeknek a játékosoknak érted, egy 20 éves pályafutással a háta mögött hány interjút kellett adni, és mondta, hogy figyelj, most hát meg igen. Már nem adok, mert nem. Főleg a kiskegyednek, nem? Vagy nem tudom, vagy tényleg... Hát pedig az a népszerűség, szerintem ez hozzá, de én nem ítélek el senkit, de valaki, nem akar nyilatkozni. De valaki, figyelj, valaki ez a típus. Hogyne, persze. Igen, hát a Huszti az a típus volt, ez nyilvánvaló. Azért azt az ő esetében... Zoli, nem tudom, annak idején is ilyen volt a Huszti. Az ő esetében azért ne felejtsük el, hogy ő annak idején, amikor ugye Mezei doktor volt itt az edző, akkor Huszti írt egy nyílt levelet,
ami az egész magyar futballal szembeni, kicsit így a Szalai Ádámihoz hasonló hatást ért el, aki ugye ezt szóban mondta, nem ezt, hanem szóban mondott el valami nagy monológot néhány évvel később, és Huszti volt az első, aki olyan levelet írt, amiben leír dolgokat, hát hogy ő vagy nem, az azért finoman szólva is kérdéses, de az ő nevével jelent meg olyan dolgok, amikről mindenki beszél, de senki nem mondott ki. Vagy véltek, hogy vannak ilyen dolgok, és akkor a Huszti Szabolcs ezt kihányta az asztalra. És azt gondolom, hogy onnantól kezdve neki egy olyan státusza lett a magyar futballban, hogy valószínűleg a közeg iránti bizalmatlanság egyrészt eleve megvolt, másrészt úgy gondolta, hogy ő hozzá nem is állnak innentől kezdve úgy, hogy neki feltétlenül bizalma legyen bárkivel szemben. Ettől függetlenül nyilván ez csak olyan játékos teheti meg, amikor főleg mikor visszatér aztán külföldről hosszú évek után, aki valamit letett az asztalra, és mondhatja, hogy majd én megmondom. De egy dolgot azért szögezzünk le Hustival kapcsolatban, hogy... Hogy edzőként egyelőre megbukott. Nem, mert én arra gondoltam, hogy egyébként tehát az, amit ő játékosként, játékos pályafutása során elért, azt azért nagyon-nagyon kevés magyar játékos mondom, hogy érte nyilván. El, és bízunk benne, hogy sokkal több fogja elérni, mint amelyik vagy mentő annyi eddig, mert azért Huszti mögött nem egy, nem kettő Bundesliga mérkőzés van, azért egy olyan Zenitnek tudott lenni az egyik alapembere, amely akkor egy meghatározó futballcsapat volt Európa top csapatai mögött. Tehát én azért azt gondolom, hogy Huszti a magyar labdarúgás, ha csak játéktudást nézzük, akkor az egyik legnagyobb alakja. És akkor ez egy csodálatos végszó a műsor végén, mert hogy elfogyott az időnk. Úgyhogy remélem nem maradt bennetek semmi. Meg tudjuk mutatni még ezt a fotót? Ez 2013-as, nem tudom, hogy mennyire tudunk rá közelíteni. Ott ülsz, mert én is ott vagyok, nem? De hol? Látom? Na, figyelj, oda, közeli, aha, a Pistára is. Hát ez 2013-as fotó, amikor látom, de jó. Sport TV-s pályafutásomban, amikor Husztival sikerült interjúznom, miután hazatérteztem Kínából. Igen. Nagy is bele. Picit bele. Attival látom, és tényleg. Tehát nem én vagyok a Huszti. Aha. És hol vagy te? Ja, ott vagy. Aha. Igen, igen, és az a lényeg, hogy itt egy újságírók gyűrűjében sikerült nekem úgy helyezkednem, hogy pont én tudjak megkérdezni először. Ezért dumáltatok ti annyit itt Fehérváron után. Na. Ezért ülhetsz itt most, Szilárd. Szilárd, köszönjük szépen. Ezt a mindegy. Zoli, neked is. Krisztiánnak és önöknek a figyelmet, ez volt a Kezdőkör. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra. Game.